A Báthori Anna Református Általános Iskola tanulói színültig megtöltötték a Nyírbátori Református templomot. A településen Isten tisztelettel emlékeztek meg a reformáció 500 éves évfordulójáról. De nem csak ezzel készültek a városban a jubileumra, egy kopjafát is elhelyeztek a református iskola előtti téren. Erdélyben van a kopjafa készítésnek a bölcsője tulajdonképpen, hagyománya, és ezért, mivel a Nyírbátori Református Gyülekezetnek Erdélyben Mezőcsáváson van a testvérgyülekezete, így született meg a gondolat, hogy közösen a Nyírbátori Egyházközség, a Mezőcsávási Egyházközség és a Báthori Anna Református Általános Iskola. Három helyszínen, három alkalommal, de a reformációhoz kötve állítsa a kopjafát. Nyírbátorban Magyarországon az elsők között nőtte ki magát a református közösség, amely mai napig meghatározó szerepet tölt be a térségben. Nem csak a féle évezredes múltban töltött be jelentős szerepet Nyírbátor térsége, meg a maga a város is az itt lakókkal, hanem ebben a térségben ma is a református többség van jelen, és a református gyülekezet jelenléte a maga impozáns templomával, illetve 5 évvel ezelőttől egy református iskola fenntartásával a várost és a közvetlen környezetét azt gondolom, hogy lelkileg és kulturálisan is jelentősen jó értelemben befolyásolja. A település is büszke a nagy történelemmel bíró és meghatározó közösségére. Több dologra is büszkék lehetünk, arra mindenképpen, hogy a városnak a magyarországi reformáció megalapozásában, elterjesztésében a városnak is és a Báthori családnak is nagyon komoly és fontos szerepei voltak. Megkérdőjelezhetetlen, így is fogalmazhatnék, Nyírbátor a reformáció ünnepén, és erre nekünk büszkének kell lennünk, arra büszkének kell lennünk, hogy egy 500 éves templomban egy ilyen ünnepséget, egy ilyen közösséggel meg tudtunk tartani, az, hogy a városban 5 éve működik a református általános iskola, és az, hogy bátran nézhetünk a jövőben, hiszen valóban a városban az egyházi közösségek, az intézményeik fontos építő szerepet játszanak, és büszkék vagyunk rájuk. Az ünnepségen részt vett Danku Csaba is. A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hazánkban a reformáció a történelem során erősítette a magyarság identitástudatát, és segítette a nemzet életben maradását. Mint mondta, a reformáció minden területen számos újítást hozott, amelyek a 16. században is előremutatók voltak, de ma is példát adhatnak és a fejlődést szolgálhatják. Ezeket az újításokat a továbbiakban is szem előtt kell tartanunk, és törekednünk kell arra, hogyha olyan ágazatot vagy olyan területet látunk életünkben, akkor az ott bejövő nemzetgyarapító újításoknak nem szabad ellenállunk, azokat erősítenünk kell, annak érdekében, hogy Magyarország erős maradhasson a továbbiakban, és fejlődhessen 2018 után is. A reformáció 500 ünnepi sorozata tovább folytatódik mind az országban, mint pedig a térségben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei záró rendezvényt november 8-án Nyíregyházán, a Continental Arénában tartják majd.